Szevasztok, szevasztok, srácok, itt Timi, ez pedig a Need for Speed Most Wanted végigjátszásán 23. epizódja. A 23-as alapból is a másik, az egyik szerencse számom, a másik a 11-es, úgyhogy kezdhetjük is, remélhetőleg szerencsénk lesz Earl papa ellen is. És mindjárt nézhetjük is ezt a fantasztikus felvezető videót, hogy a Porsche-inkkal megérkezünk, itt jön Earl a maga Mitsubishi-ével. Hú, jó verseny lesz, ez tetszik amúgy a kocsia. De szerintem gyengébb teljesítmény, mint az én Porsche-m. Ezt meglátjuk. Kinézetre sem túl gagyi. Bármit látnak, akár jobb is, na mindegy. Ez tehát most egy Trafipax lesz az elején, őt nagyon megnyomja, erre sejtettem. Én majd a Nitrót főként a Trafiknál használom el. Oké, ez egy elég éles kanyar. És most ezerrel meg kell nyomni. Gyerünk, gyorsabbnak kell lenni az elsőben, ez nagyon fontos. 2.47 a 2.41-hez. Jó. Mi vagyunk eddig a gyorsabbak. Oké, az nem szabad, nyugodtan vezethető. Hopp, mármint úgy, hogy előttünk jön. És mondjuk elég sok sebességet vesztettem, ajjaj. Kicsit fölgyorsulunk. ...2.35, hogy állunk most így? Ó, van egy kis előnyöm. Jó van, és mindjárt itt vagyunk már felénél. Lassan, versenyügyileg is megelőzöm őrt. Gyerünk. 2.38-al érkeztünk, ő kevesebben jó, és már csak egy trafi van hátra. Kicsit belassítok. Hát ő szintén szerintem ezt megnyerjük. De nem akarom el nagy képűzni, mert lehet, hogy nagyon gyengére sikerül. Ja, nem az utolsó, van még. Jó van, csak úgy tűnt elsőre, hogy ez már az utolsó lesz. 2.32-vel jöttem, és ő. Jó, vezetünk még elég sokkal, ez meg lesz szerintem. Itt már vége fele érkezünk, hopp. Ajjaj. Húha. Azért, hogyha túl sokkal előttünk ér be, mert már az vége előtt lesz, nem sok között trafi, akkor már lesznek gondok. Mert ugye ezért túlzottan nem szabad lemaradni. Na azt az utolsó, ezt szépen be kellene hozni. Oké, és megnyertük ezzel a versenyt. Ő ír előbb be, de a trafi az enyém. Ez az. Jaj, egyek kicsit azt hittem már előbb vége van, nem baj, megvan az első, tehát összes sebesség pedig 1183. Őrnek 1116 lett. Oké. És jöhet a másik, a sprint. Ez elég hosszúnak tűnt. Így 4,5 perc körüli nem tűnt az ő eredménye. A legjobb eredménye 4 perc 24 volt, ha jól láttam. Na mindegy, összehozzuk valahogy, gyerünk. Csapassuk. Na itt viszont már az nagyon is számít, hogy ki van elől. Itt már azért nem szórakozzuk el. Kemény verseny lesz. Nem sok amúgy a különbség kettőnk között így gyorsaság. Ugye nagyjából egyenlőnek is éreztem. Volt, hogy én voltam, a gyorsabb volt, hogy ő. De itt mindenképpen nekünk kell először a célba érni. Ajjaj, kicsit ezt benéztem. Nem baj, ha itt az elején még vezet egy minimálissal. A végén kell elsőnek célba érni. Hoppá, mondjuk ide nem kellett volna időhasítás, de jól jöttem ki belőle nagyon. Öl egy nagyot hibázott, de sajnos én sem használtam ezt teljes mértékben ki. Gyerünk, volna egy kis előny. Hoppá, itt nagyon nem biztos, hogy kellett volna, nem baj. Bevettük valahogy nagy nehezen. Egyik kedves néző írta is, hogy van időlassítás, de hát ezt eddig is tudtam. Viszont nagyon sokat hibáztam most az időlassítással. Jó van, Earl is eléggé belassult itt, nagy féket hajtott végre. Verseny 30%-a környékén vagyunk, eddig jó. És ha Earlöt lenyomnám, kicsit nehéz a neve kiejtése azért. Tehát ha őt sikerülne, hoppa várjatok, azt nézem, hogy itt jó, be lehet jönni jobbra. Tehát ha őt lesikerülne nyomni, akkor azért már ott lennénk a fekete lista 9. helyén. Iha! Nagyon gyönyörűen vette be ezt most. Hát esélyes, hogy most meg is előz ideig, óráig. Próbáljuk egy kicsit kilökni. Lehet, hogy ez nem olyan sportszerű, de hát
utcai versenyzésben minden szabad. Jó, ebből nagyon szépen jöttünk ki, bár mondjuk, hát nem a legjobban, mert már örlé az előny. De ha őt lenyomjuk, akkor irány Rockport. Nem is tudtam, hogy még nem vagyunk Rockportban, vagy most nem értettem nagyon a Rocknak az üzenetét. Hoppá, de gyönyörű előzés volt ez. Nagyon figyeltem az úton, most azért lassult, nem tudom, itt most egyenesen tovább vagy balra. De balra volt. Gyerünk, nagyon minimális előnnyel, de még vezetünk. Nagyot kellett fékeznem most, lehet, hogy ekkorát nem kellett volna, azért jó, még sikerült tartani. De úgy érzem, hogy gyengébb az autó, tehát nem gyorsabb. És lehet, hogy így úgy tűnik, de hát nem tudom, azt majd meglátjuk, hogyha sikerülne elnyerni, azért örülnék. Szerintem ezt most megtartanánk a rendőrök ellen, mert ott jónak tűnhet. Ha esetleg egyből elnyernénk, akkor viszont a hoppá, utána egy egyedi fejlesztést szereznék a Porsche-ra. Gyerünk, 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 ek. Nagyon minimális továbbra is a különbség, és a verseny háromnegyedén már túl vagyunk. Gyerünk! Vamos! Meg kell csinálni! Jó, vezetünk, egy kicsit nőtt az előny, de ezt már csak tartani kéne valahogy. Gyerünk, előttem az utolsó litrómat is, és most már gyűjtjük a véghajrára. Ajaj, egy kicsit nagy volt a hiba, most kellene nagyon fölgyorsulni. Ajaj. Hoppá, mindketten telibe kaptunk valamit, de gyerünk, 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 vissza, 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 ez az. Jobban állunk. Mindketten nagyon nagyot hibáztunk, gyerünk, és most kezdjük elgyűjteni a nitrót az utolsó végegyenesre. Ezt is telibe kaptam, ne! Öl megnyerte sajnos, gyerekek. Sajnos, most már közölni kell a szomorú tény. Ezt elvesztettük elsőre. Aj, a fenébe, pedig szerintem nem feltétlenül érdemelte meg, de akkor kezdjük újra. Úgy gyerekek, én kérek elnézést, olyan is így hosszabb lesz a rész. Öl megérdemelte, így most már azt mondom. Pedig milyen szépen értem volna célba. Á. Na újra. Így van, egyes. Újraindítás. Gyerünk, 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 most már jobban menni. Az elején jól kilövünk, ez az nagy is egy kicsit, hát nem valami nagy az előny, de vezetünk valamennyivel. Most annyit nem biztos, hogy beszélni fogom, mert eléggé a versenyre koncentrálok, de Earl amúgy, és már jól megnehezítette a dolgomat, föladta a leckét, az biztos. Eddig ellenfeleknél, szerintem ő eddig a legkeményebb. Bár volt olyan eddig persze, akik ellen szintén nem volt olyan nagyon könnyű, de Earl eddig nem valami kis pályás. Oké, hibázott is egyet. Most ez nagy szerencse. Az előbb is valahol errefele hibázott, csak most én jobban jöttem ki ebből. Gyerünk, gyerünk, gyerekek, elég nagy az előny. Az előbb én hibáztam itt óriásit, és most is nagyon sok előnyt vesztettem, de ő is be fog itt rendesen fékezni, úgy tudom. Nagyon jól lehet, amúgy úgy veszem észre, hát nem a legjobban, de azért jól lehet driftelgetni Earl autójával. Úgy tűnik nekem itt az éles kanyarokat jól veszi be. Itt például az előbb nagyon gyönyörűen bevette ezt a kanyart. Jó, most mi is szépen vettük be mondjuk. Gyerünk, 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 most már tartani kell azért a különbséget. Itt nagyon följött, ajjaj. Igen, ilyenkor kijön, mikor mi vezetünk viszonylag sokkal olyan az ellenfél. Általában nagyon fölgyorsul. Gyerünk, gyerekek, nem sokára van a verseny fele. Van még egy kis előny, de Earl lesz, föl fogja szerintem hozni itt a végére. Azt is megtudtuk amúgy most, hogy nem szabad ilyen nagyon minimális időre használni ezt az időlassítást.
kezdek rájönni. Mert előnyvesztésre jó maximum. Én is így csúszkálok. Aha, ez nem fog beleférni sajnos, hogy ekkorákat hibázzak. Őr lesz, meg fogja bosszulni és föl fog jönni. Aha, föl is jött. Oda az előny, gyerekek, nagyon minimálisan még ugyan vezetünk, de Earl folyamatosan csökkenti hátrányát. Mondjuk most javunkra nőtt egy kicsit, úgy láttam. Föl sem tűnt, hogy ilyen nagyon éles kanyar előtt vagyunk. Gyerünk, 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 a véghajrához közeledünk. A felnében nagyon följött, pedig azt hittem már, megmondom őszintén, hogy a 30% környékén, mikor nagyot hibázott, hogy eldölt. Sajnos erről szó nincs. Nagyon-nagyon minimális különbséggel vezetünk ugyan, de hiba lenne elbízni magunkat. Itt el fog előzni bennünket szerintem, és hát meg fog előzni. Az előbb viszonylag itt is egy kicsit hibázott, mármint úgy, hogy lemaradt. De ezt tökéletesen be kell most venni. Tudtam, de még mindig életben vagyunk. Már én tudtam, hogy így el fogjuk ezt valamennyire hibázni. Az előbb is itt mindketten hibáztunk. Sajnos most ő nem. Nem fogsz elmenni, őr, nem. Nem engedem, az előbb itt húzott el, ugye. Oké. Gyerünk, gyerekek, véghajrá. Utolsó ötön belül szerintem. Igen, most már az utolsó 5%-on belül. Itt most már meg kell nyerni. Nincs más hátra. Gyerünk, gyerünk, gyerünk most már. Utolsó százalék és... Gyönyörűen érünk a célba és megnyertük. A levegőben értünk célba, ez most gyönyörű volt. 16.000 készpénz. És Earl lenyomva. Hú. Válaszunk tőle kettő zsetont. Szerintem az egyik az első lesz, amit választok. Nem? Akkor a másodikban lesz talán az autó. Ez az! Most jó, hogy megkockáztattam, megvan Earl autója. Igaz, most tuning nincs a kocsiba, de Rockport kerület feloldva, akkor eddig mi nem is voltunk ezek szerint Rockportban. Következően fel, akkor jól tudtam, hogy csaj lesz, fekete lista 8. Jade Barrett Jeevers, vagy Jeevers. Verda Ford Mustang GT. Erőgyorsulás. Bio. Vagyis ugye kis tip. Ez a cuki valami Jeevers névre hallgat. Csak a vastag test és a szép izmok vonzák. Régóta vezetne, rölj be neki. Erősebb, mint amennyire kinéz. Hát ezt majd meglátjuk. Szerintem azért valahogy lenyomjuk. Fekete is a 8-as, tehát Jeevers. Oh, not bad amúgy. De nem, lenyomjuk engem. Jó kis Ford Mustang, szeretem én a Mustang autót, de amúgy nem szeretem, hogy ilyesmilyen van a kérdezőben. Kicsit hangos most ilyenkor, ugye elmér. Jeevers. Lenyomjuk majd őt is. Mia, itt Mia, gyerünk. Induljunk most már, te vagy a 9-ék, jól néz körül. Rockport City van itt, egy új garázs, ha érdekel, nincs messze, ne kapd ösztem. Ja, jó van, azt javaslom, hogy ne kapd össze magad, de na, kapd össze magad. Oké. És akkor egy kis tuning, hogyha lehetne az autóra, megnézzük. Alkatrész. Ja, nem alkatrész, én kérek elnézést. Nem kinézett tuning, hanem teljesítmény. Motor. Super Prohoz a fekete lista 7. helye kell, váltó. Na, váltót megvehetjük bele a Super Pro-t, tehát erősödik az autó, igaz 32.000. Felfüggesztés fekete lista 6. helyétől. Nitro a fekete lista 6. helyétől szintén. Gumik az a 8. helyétől, tehát ezután vehetünk majd rá. Féket a 8. helynél szintén. És Turbo fekete lista 3. hely, arra még várni kell azért. Csak váltót tudunk tehát belevenni, kicsit gyorsul, majd így az autó Super Pro. Váltó megvan. És nézzük akkor azt a bizonyos Mitsubishit. Hát azért jóval gyengébb Börle autója, ahogy erre számítottam is. Kettes szintű rendőr, amúgy 18-re is tudnám adni, de szerintem most nem passzoljuk el. Evolution Lancer. Ez kicsit megnézzük, de szerintem ez inkább ilyen izomautó lesz, tehát hogy
inkább így a rendőrök ellen hasznos, semmint hogy versenyre, elég jó hangja, meg lehetséges, hogy ezt is megpróbál egy kicsit föl tuningolgatni. Szerintem ez lesz a rendőrös autó, majd megpróbálhatjuk ezzel a rendőri dolgokat. Azt max, ha nem fog bejönni a dolog, akkor űzzük a Porsche-val, igen. Teljesítmény, hát ez nem nagyon lehet föltuningolva. A Pro az már benne van. Váltó, ebben még nincsen Super Pro, de ezért most nem fog kérni 32 000-et, nincs is annyi. Jó, most nem tudjuk föltuningolni. Mi van ide írva az oldalára? Hát, jó van, hagyjuk inkább. Látvány. Ez milyen színbe lehetne még elérni? Ez zöldbe elég jól néz neki szerintem. Ilyen neonba. Ezt megvesszük rá 500-ért, most megéri végül is. Oké, akkor ezt most megtartjuk, majd megpróbáljuk ezzel rendőrös dolgokat. Jól néz ki így amúgy. Oké, tehát megszereztünk egy új autót a részben, ami azért gyengébb, mint a Porsche, ami szépen erősödik most már. Meg is nézhetitek. Azért már közeledünk egy kicsit a fullosod, bár hogy még van hova erősíteni ezt is, hogy mennyire 30 000-ért tudnám eladni ezt meg 18 000-ért. Oké, tehát ennyi lett volna a Need for Speed Most Wanted végigjátszások 23. epizódja, legközelebb majd G-Verse-t kezdjük majd el kiívni. Őtől az üldözést tegyél tönkre, 18 rendőrkocsit menekül 6 percig mielőtt lelépsz, kerülj el 2-szöges drótot. Szerintem most már amúgy akár 4-es szintű rendőrök is lehetnek lépre, de előbb csinálj 5 kihágást, ez nem olyan nehéz. Menj 2.38-nál gyorsabban, ezek, hát nem lesznek olyan vészesek. Ez tűnik egy kicsit merevnek, hogy ez a kerülj ki 2-szöges drótot, de hát majd meglátjuk. Go, 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 taposd a pedált, a betonig siess. G-Verse nem, sem vár örökké. Aha, meg izék lesznek ő. Rendőrök száma szinte minden minimum, csak ennél a kettőnél lesz maximum, azokat hagyjuk majd a végére. Oké, tehát ennyi lett volna már a Need for Speed, ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj rá a tetszik gombra és iratkozz fel a csatornámra. Lehetek jók, én Imi voltam, sziasztok!